Európai körútjának részeként ma Magyarországra érkezik a kínai elnök. Xi Jinping hétfőn Franciaországban találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, ahol Kína és az Európai Unió stratégiai együttműködését szorgalmazta. A találkozón az ukrajnai háborúról, valamint a közelkeleti válságról egyeztettek a felek, és szorosabbra fűzték a két ország kereskedelmi együttműködését. Erről lesz szó a következő percekben. Titanilla. Így van, Sors Eszter Petronella, Franciaország szakértő és műsorvezető a vendégem. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Ugye, valóban uh, itt van most Európában a kínai elnök, Xi Jinping, uh, ugye Franciaországba, uh, Szebélyeba, illetve hozzánk látogat. Mindegyik látogatásnak megvan a maga apropója. Ugye a francia látogatás többek között azért is érdekes, mert nem csak a francia elnökkel, hanem Ursula von der leyen is tárgyalt a kínai államfő, ez most már múlt időben ez talán hétfőn-kedden megtörtént. Uh, tulajdonképpen egy ilyen kis EU-Kína mini csúcs találkozónak is lehetne nevezni. Várható-e fordulat? Ugye a, a Európa, az Európai Unió kína politikája, az nem feltétlenül uh, kína barát, de várható -e ebben fordulat a látogatásnak a hatására? Ja, nagyon érdekes volt ez a látogatás, mert ugye alapvetően egy kétoldalú apropója volt, tehát a a francia köztársaság 60 éve vette fel a diplomáciai kapcsolatot a kínai népköztársasággal, és ez egy kvázi ilyen megünneplő alkalom volt, de Emmanuel Macron azt a szokásos gyakorlatát alkalmazta, amit mindig is, hogy tudni, hogy megpróbálja európai keretbe helyezni a francia-kínai kapcsolatokat. Ugye itt arról is szó van, hogy megváltoztak az erőviszonyok Franciaország és Kína között, most már ugye Kína egy jelentőségteljesebb, nagyobb gazdasággal, nagyobb hatalommal bíró ország. És hát Emmanuel Macron két dolgot akart tulajdonképpen elérni. Egyik oldalról kifelé azt próbálta mutatni, hogy az európai szuverenitás elvei azok megjelennek Kínával kapcsolatban is, és hát itt, itt azért nagyon sok vita és folyóügy van az Európai Unió szintjén is, ez volt Ursula von der Leyen látogatása, és a második pedig a francia cégek kínai helyzetbe hozása. Nagyon sokat lehetett a francia sajtóban arról olvasni, hogy azért a nyilvános kommunikáció és az ajtók mögötti kommunikáció hát kicsit ilyen ö, eltér egymástól, tehát hogy dupla és akár tripla célja is lehetnek ennek a látogatásnak. Tehát a nyilvánosság előtt azt mondjuk, hogy mi megvédjük Európát a kínai befolyástól, de igazából amíg hasznunk van belőle, addig üzletet. Másik oldalról azért a francia cégeknek nagyon jelentős kitettségei vannak Kínában, és tartanak is attól, hogy esetleg az európai politika egy keményebb irányba fordul, és hát a háttérbeszélgetésekből, amiket legalábbis a sajtó megért, lehetett látni, hogy Macronnak azért volt arra nézve is szándéka, hogy a francia cégek pozícióit biztosítani tudja. Itt azért elég komoly befektetésekről van szó mindkét oldalon. Itt ugye a találkozó előtt sokat cikkezett arról a sajtó, hogy Emmanuel Macronnak van egy olyan elképzelése állítólag, hogy. Ö, Xi Jinpingen keresztül megpróbálna hatni Vladimir Putyira, és ugye tudjuk, hogy az ukrajnai háború az a fő témája, az egyik főtémája volt ennek a találkozónak. Tudunk -e erről valamit, hogy szóba került -e ez, milyen szinten került szóba, van-e arra esély, hogy valóban a, a francia elnök a kínai államelnökön keresztül valahogy hasson az orosz elnökre? Ez már a tavalyi Macron látogatáson is fölmerült célként, és hát ott el is mondták a felek, hogy igyekeznek a béke érdekében dolgozni. Úgy tudni, hogy ennek a látogatásnak a második napján ez napirendre kellett, hogy kerüljön. Ugye itt az első nap Párizsban beszélgettek a felek, volt fogadás, állami vacsora, és a második napon a Pireneusokba mentek. Itt viszonozta Xi Jinping tavalyi gesztusát Emmanuel Macron. Ugye tavaly elvitte egy számára fontos az édesapjához kötődő helyre, és Emmanuel Macron pedig elvitte a Pireneusokba megmutatni, hogy hol töltötte a gyermekkorát. És a francia sajtóban, illetve a francia kommunikációban az volt a mondás, hogy hát bizonyos kérdéseket itt fog majd Macron felvetni, és az egyik. Első nap is beszéltek erről egyébként, de vélhető a második napon is a Xi Jinping győzködése, vagy inkább meggyőzése azzal kapcsolatban, hogy vegyen részt majd például egy svájci konferencián, egy ilyen előkészítő konferencián, és hát folyamatosan Macron úgy képzeli a a saját közvetítő szerepét, hogy megpróbálja Kínát közvetítő szerepre rávenni. Ugye a franciák is felfigyeltek arra, hogy Irán és Szaudarábia között Kína már föllépett ilyen szerepben, és abban reménykednek, hogy ezt megteszi Oroszországgal is. Amit biztosan tudunk, az az, hogy a felek nyilvánosan elmondták, hogy az olimpia alatt tűzszünetet szeretnének elérni, tehát itt mindkét felben van egy ilyen szándék. Majd meglátjuk, hogy ebből a gyakorlatban mi lesz, de ez nyilvánosan is elhangzott. Tehát ugye az olimpia a franciáknak a fontos, hiszen Párizsban lesz idén, és ez a sajtótájékoztatón egy elég hangsúlyos szerepet kapott ez a mondás, ez az üzenet. Menjünk tovább, mert még van két helyszínünk, az egyik ugye Belgrád, és ugye itt egy nagyon érdekes évfordulóra érkezett meg a kínai elnök, ugye annak a 25 éves évfordulójára, hogy a NATO lebombázta a belgrádi kínai nagykövetséget, ugye meg is koszorúzás és egyéb, ami ezzel jár, az minden megtörtént. Kinek üzent ezzel a látogatással a kínai elnök, azon túl, hogy Szerbián hogy Szerbia nagyon kína barátpolitikát folytat, és nyilván egy fontos partnerország, de hogy azon túl mondjuk az Egyesült Államoknak üzente ezzel Kína. Mivel itt ugye egy NATO hát akcióról van szó, természetesen ez is benne van. Akár egyébként a francia részt is lehet ám így értelmezni, hiszen a NATO-n belül Franciaország mindig egy különutas politikát folytatott, tehát ez látszik, hogy, hogy, hogy ez a része is értelmezhető, és hát a franciáknak van is arra szándéka, hogy, hogy ezt folytassa. Ugye Emmanuel Macron el is mondta ezt két héttel ezelőtt egy nagy beszédben. A kérdésben egyébként benne volt a válasz, amit mondani szerettem volna, hogy Szerbia egy rendkívül fontos partner Kína számára. Már csak azért is, mert a Balkán félsziget jelentősége megnőtt, és ott egy belépési pont Szerbia. Tehát a kínai gazdaság logisztika szempontjából egy nagyon fontos országról van szó. Ugye nagyon fontos ennek a térségnek a stabilitása Kína számára. Tehát egyáltalán nem meglepő, hogy, hogy az európai látogatásán Szerbiát is útba ejtette Xi Jinping. Tehát tehát minden arra mutat a szimbolikán túl is, hogy, hogy érdemes ott pár órát eltöltenie és beszélgetnie. És akkor ma megérkezik Magyarországra a kínai elnök, ugye itt a diplomáciai kapcsolatok évfordulója az apropó, de ugye korábban Orbán Viktor miniszterelnök többször találkozott már az elnökkel, Kínában is járt nála, és most ugye sok év után először érkezik kínai államfő, illetve pártfőtitkár hazánkba. Ennek a látogatásnak mi lehet a jelentőségét? Olvastam olyan véleményeket a sajtóban, hogy Magyarország jövőjét ez hosszú távon meghatározhatja ez a látogatás, és nyilván azok a témák is megállapodás Amelyeket megköthetnek. Itt is van egy szimbolikus elem természetesen, az a 75 éves évforduló, és a gazdasági és az együttműködési elem. Ugye a magyar kormány és a kínai kormány között van egy egyetértés abban, hogy ezt a nemzetközi kereskedelmi rezsimet, amely itt az elmúlt évtizedekben működött, ezt nyitva kellene hagyni, tehát hogy a blokkosodást, azt a típusú blokkosodást, ami ezt akadályozza, el kellene kerülni. Tehát van egy ilyen típusú politikai egyetértés. Azt is tudjuk, hogy a Kína egyre jelentősebb beruházó a magyar autóiparban, illetve a magyarországi autóiparban. Tehát itt is úgymond adja magát a megbeszélni való. És hát ráadásul ugye Kína számára Magyarország azért is érdekes lehet, és ez nagyon régen benne van a magyar gazdaságtervezők gondolkodásában, hogy Magyarország is jó helyen van. Tehát egy, egyfajta logisztikai központként is működhet. ugye meg is volt ez az ambíció mindig is a magyar kormányzatokban, hogy, hogy megpróbálják Magyarországot így pozícionálni a kínai kereskedelem számára. És akkor mondanék még egy nagyon fontos érvet, ez pedig Kína szempontjából fontos. Nagyon sok vita van arról, hogy mekkorák a kapacitások a kínai gazdaságban, de a Valószínűleg Kína számára rendkívül fontos az exportpiacok fenntartása. Tehát az, hogy ő hozzáférjen az európai piachoz, és a saját iparának a termékeit el tudja adni. És akkor, ha összeadjuk a kettőt meg kettőt, akkor az jön ki, hogy azok az országok, amelyek belépési pontként, vagy valamilyen stratégiai pontként szolgálnak a kínai gazdaság számára, nagyon fontos partnerek, és hát ez látszik a helyszínválasztásokból is, és Magyarország is ebbe a sorba illeszkedik. Nagyon szépen köszönjük Sósef Petronellának, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a meghívást.